következő kísérletben a jód szublimációját és kristályosítását fogjuk elvégezni. Ehhez szükségünk van egy ellenmelljen lombikra, melyben néhány kristály jódot fogunk tenni. Majd egy gömblombikkal zárjuk le, és azt pedig hideg vízzel fogjuk megtölteni. Ezután melegíteni fogjuk. Ehhez egy porszaszívőt fogunk használni. Nézzük meg a tapasztalatokat. Lassan látható, hogy a lombikban lila gőz jelenik meg. Némely anyag, például a jód, és ilyen a naftalin is, mely melegítés hatására a cseppfolyós halmaz állapot kihagyásával rögtön gőzé alakul. Ezt az állapotváltozást szublimációnak nevezzük. Igen, most már intenzívebben látható a lila gőz. Mely ismét lehűtjük, akkor a gömblombik alján lila színű kristályok fognak kirakódni. Ez egy tanulságos kísérlet volt. Ha fizikórán az állapotváltozásokat fogjátok tanulni, akkor már nagyon ügyesek lesztek, és tudni fogtok mondani példát a szublimációra.